Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Évértékelő fórumot szervezett az önkormányzat a városban működő civil egyesületeknek. A beszélgetés célja az egyesületek közötti kommunikáció serkentése és az önkormányzattal való együttműködés szorosabb átétele volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és nem igazából hivatalos megbeszélésre invitáltalak benneteket. Egyrészt egy ígéret, amikor együtt voltunk körülbelül októberben, akkor talán pont Marika fogalmazta meg azt, hogy bizonyos időnként, legalább negyed évenként jó lenne találkozni, mert nagyon sok mindenben nem tudunk egymásról. Ennél talán egy picit fontosabb, konkrét mondani valója van, az, hogy egyrészt én szeretnék valamennyiötöknek köszönetet mondani, hogy visztek a hátatokon egy csapatot, aki lehet, hogy baráti kör, lehet, hogy közös érdeklődéssel bíró emberek, vagy lehet, hogy valami olyan kötelesség, amit egyébként azért, mert úszóedző vagyok, vagy azért, mert más, ezt vinnem kell. Ezért az első szó a köszönetért. Nem tudom, ti hogy tapasztaljátok, de olyan, mintha, hogy ez miattatok, vagy egyszerűen valami hiányérzet támad föl bennünk emberekben, mintha egy kicsit aktívabb civil élet lenne Kisteleken. És egybe ezt az állampolgárról is mondom, meg azt láttam, ahol idézelben megjelentem, vagy valami tapasztaltam rólatok, akkor olyan, mintha ilyen, nem tudom, mi történt veletek, de mintha mindenki egy picit úgy szükségesnek érezné, hogy azt a csapatot jobban vigye a vállán, egy kicsit többet találkozzunk egymással, több megjelenés, több fölajánlás, több melló. Tehát, ami, bocsánat, szerintem a legfontosabb üzenet az elmúlt éveknek, és főleg az elmúlt évnek talán ez. Hogy kezdünk egy még inkább összetartóbb kisváros lenni, még inkább egyébként általatok is csomó olyan sikert elérünk, ha dicsekedjek, ugye biztos tudjátok, a citerásokkal már lehettem én is Janival szombaton, ahol 185 ilyen kulturális örökséget vívő egyesület vagy valamiféle csapat közül az első háromba a kulturális lovagrend egyébként adományzott egy serleget, nem is tudom, milyennek a pontos neve, hogy a örökség serleg. És ne értsetek félre, tehát 185-ből, nem 10-ből. A 10 is fantasztikus lenne, nem? Igen. Tehát magyarul csomóan olyan sikereket hoztuk meg, értek el, amire, bocsánat, méltán lehetünk mindannyian büszkék. Én is nagyon köszönöm, hogy ott lehettem. És ezek szerintem nagyon-nagyon fontos üzenetek, hogy úgy tűnik, mintha markánsabb lenne ez a történet. Ezért azt is látom, hogy nem baj, hogyha arról tudunk, hogy a város mire nyitott, mire nem, mibe tudunk együttműködni. Én első pillanat azt mondom, hogy majdnem, hogy mindenbe. És nektek a lendületeteket, az aktivitásotokat természetesen mi is szeretnénk ugyanarra a vonatra fölülni, és higgyétek el, annál hitelesebb nincs, mint mikor az emberek akarnak valamit. Tehát hiába erőltettük volna mi az adventnél, hogy gyertek már, pirítsatok valamit, és mindent megadunk, csak gyertek. Ha ti ebben egyébként nem ti vagytok legfőképpen a kezdeményezők, akik jelentkeztek egyébként, hogy mi ezen a programon szívesen részt vennénk. És ez óriási dolog. A hagyományos vincenapi vesszővágást minden évben vincenapján, vagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén rendezik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A borrendek felvonulása után megkezdődött a termésjóslás a 2024-es évre, amelyből megtudhattuk, milyen termésre számíthatnak a szőlős gazdák. 1996 óta a Szent Vince borrend szervezésében minden évben az ország egyik legjelentősebb eseményének számító rendezvény, a vincenapi vesszővágás itt történik
hazánk bölcsőjében, Ókusztaszeren, az Ókusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Nagyon fontos ez a rendezvény, hiszen a bor, mint a magyarság kultúrája, ugye a honfoglalás óta velünk van, hiszen csak azokra a szavakra gondolunk, mint a szűr, homlit, seprő és egyéb más történelmi szavak, akik a honfoglalás előtti szavaink, és Mód László tanár úr velem ezt az egyetemen megtanította, mindig arra gondolok, hogy milyen szépen érkeztünk már mi ide a Kárpát-medencébe, amikor is itt a szőlőművelést mi elkezdtük már a letelepült életmóddal folytatni, és ez oly módon végig kíséri a magyarság életét, hogy még a himnuszban is megénekeljük, hogy Tokaj szőlőveszein nektár csepegtettél. Ne felejtsük el megtanítani gyermekeinkkel, fiatalainkkal, hogy a Magyarországi Borjegyek Szövetsége anno immár 40 évvel ezelőtt közel azért alakult, hogy a szőlőhöz, borhoz kötődő hagyományokat, kultúránkat megőrizzük, új hagyományokat teremtsünk, hogy továbbra is büszkék lehessünk arra, nem illik azt mondani, hogy mi különben vagyunk, mint mások, de ne felejtsük el, nézzünk körül a világba, hogy nem vagyunk különben, ne állítsuk. De vagyunk legalább olyan szintűek, vagyunk legalább olyan megtartásra méltó nemzet, mint bárki más. Idóhat a zene! Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, minden kedves vendéget. Itt vagyunk újra, egy év eltelt is, itt vagyunk a Szegedi Tanyán, és tisztünk szerint elvégezzük a vincenapi vesszővágást. Ugye az alföldi ember, aki az alföldi tanyán a szőlővel foglalkozott és szőlőt termesztett, vincenapján, amikor a télnek az első szakasza már eltelt, akkor és tudta, hogy még a szőlő mély nyugalomban van, de már lehet nézni, hogy történt-e valami olyan dolog a szőlővel az eddigi időszakban, a tél eddigi időszakában, ami gondot okozott volna, vagy gondot okozhat, ezért Vince napján kiballagott a szőlőbe, és vesszőt vágott. Ez a Vince vessző, ezt a hagyományt elevenítjük, ugye mi most föl, ezért most én is ezt fogom tenni, hogy itt levágok egy pár vesszőt, és termésjóslást fogok végezni a vessző szemrevételezése során. A levágott vesszőről azt lehet látni, hogy nagyon szépen beértek, szép ruganyosak a vesszők, a vessző belső állapota egészséges, a belső bél szép zöld, egészséges, tehát nincs belső szervi károsodása a vesszőnek, a rügyeket megvizsgálva lehet látni, hogy a rügyek alapjai gyönyörű szép zöldek, ami azt mutatja, hogy egészséges a rügy, tehát jó termésre van kilátásunk, ha a továbbiakban is az idő kegyes marad hozzánk. Természetesen ezt a tegnapi meleg időt, ami tegnap volt, az a 15-16 fokos meleg, azt nem igazán szeretnénk, hogy a szőlőre ez továbbra is így maradjon, mert félő, hogy akkor beindul a leckeringés a vesszőkbe, és ez a későbbi, késő tavaszi gyöngébb fagyok esetében is komoly károkat okozhat, reméljük, hogy ez nem így lesz. Most még mély nyugalomban a szőlő -18 fokig bírja.
a fagyot, tehát fagykárosodás eddig a szőlőket nem érte. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy jó termés elé nézünk a 2024-es évben. A termésjóslással nem ért véget a program, borrendi tagok avatásával folytatódott a rendezvény, erről bővebben a heti mozaik után számolunk be önöknek. Február 3-án rendezik meg a kisteleki disznótoros sokadalmat. Stúdiónkban Susánszky Benjamin szervezőt kérdeztük a rendezvény részleteiről. Idén egészen pontosan a 9. kisteleki disznótoros sokadalom fog megrendezésre kerülni. Február 3-án a Szent István téren, városunk főterén. Reggel 8 órakor egy disznófogó pálinkával indítunk. Ennek az elfogyasztása és közös kocintása után elkezdődnek a látványdisznóvágások. 10 órakor egy gyermek rajzpályázat eredmény hirdetésére kerül sor. Ennek a rajzpályázatnak a lényege tulajdonképpen, hogy gyerek szemmel mit jelent egy disznótoros sokadalom. Erről várjuk a rajzok elkészítését. Városunk Facebook oldalán van meghirdetve erre a felhívás. 10:30-kor fog kezdődni a kisteleki gyerekek együttműködésével a Három kismalac és a farkas című mese előadása. Ezt a Cseperedő Gyermekegyesület előadásába fogjuk megtekinteni a Művelődési Ház dísztermében. A jó hangulatról az egész nap folyamán a Kertbarát zenekar fog gondoskodni, emellett még állatsimogató lesz. A Művelődési Házban a kisebbeknek készülünk gyerekkuckóval, de hogy ne csak a kisebbeket említsem, természetesen a felnőtteknek is készülünk, mert keressük kistelek legjobb pálinkáját. Erre lehet majd nevezni azon a napon a kihelyezett asztalnál, a kihelyezett papírok kitöltésével is. Mindemellett ételversenyek zsűrizésére kerül sor. Kolbásztöltő verseny, erre keresünk 8 csapatot, akiket támogatunk majd 5 kg hússal. 8 csapatot keresünk olyat, akik töltött káposzta készítésében remekelnének, illetve keresünk 8 csapatot, akik abátszalonnát készítenének, őket 2 darab szalonnával szeretnénk támogatni. Mindegyikre 5-5 már jelentkeztek legalább, akik szeretnének valamivel remekelni, megmutatni tudásukat, hogy melyik is a legfinomabb kolbász, melyik a legfinomabban elkészített töltött káposzta, illetve abátszalonna. És ami elkészül, aki elkészítette, az is megeheti, vagy csak a zsűri? Nem, természetesen azok, akik elkészítették, azok közösen fogják elfogyasztani saját kis közösségükkel együtt. A nap folyamán egyébként még a Rúzsa Sándor Betyár Egyesület kerül bemutatásra. Ők készülnek egy apró kis bemutatkozóval, érdemes őket is megtekinteni. Gyógyvízminősítést kapott a termálvíz, fedett várakozót kaptak a tömegközlekedéssel utazók, a város első emberét kérdeztük. Buszmegállók környékén járva láthatjuk, hogy egy újabb beruházás valósul meg. Régóta adósak vagyunk annak a kérésnek, hogy a peronon várakozó utas az lehetőség szerint védettebb környezetben legyen, és uram bocsá, még le is tudjon ülni. A volán illetékes ügyintézőjével egyeztetve megmondták, hogy egy építendő pergola az meddig érhet ki, és az, hogy ott egy lexántető, egy könnyű szerkezet gyakorlatilag elegendő védelmet ad, meg szerintem szebb is. Úgyhogy egy régi adósságot teljesítünk ezzel, és remélhetőleg az ott várakozó utasoknak, akár eső esetén, mégis csak egy picit komfortosabb. A fürdő is gyógyfürdő lett. Milyen változásokat fog ez hozni a fürdő életében, illetve milyen haszonnal jár? Hát, hogyha onnan kell kezdenem, hogy megkaptam ezt a hírt, és azonnal ittam egy pálinkát, akkor lehet, hogy a polgármester szájából ez egy kicsit furcsának tűnik, de az örömömet szeretném ezzel kifejezni, és tényleg ittam egy pálinkát, mert régóta rajta vagyunk ezen. Az, hogy gyógyvíz, az bizonyította azt, hogy gyógyászati célokból is ez egy nagyon-nagyon hasznos és egészséges víz. Azt is lehet tudni, hogy több mint 2000 méter mélyről jön, az országban kevés ilyen termálkút van. Nyilván ennek fontos volt a hőtechnikai része, hogy 84-86 fokos vízünk van. De az, hogy most, hogy gyógyfürdő is lett, ez a besorolás azért nagyon-nagyon fontos. Egyrészt az emberek,
amikor azt látják, hogy gyógyfürdőbe érkezem, és attól automatikusan elvárok egy gyógyulási lehetőséget, szemléletében is egy új időtávlatot adott, másrészt pedig a fenntartási oldalról kimondottan vannak olyan pályázati lehetőségek, amik gyógyfürdőre vannak kiírva, és már most jelentem, februárban be is adunk egy ilyen pályázatot, ami további gépházfelújítást és olyan energetikai felújításokat tartalmaz, amivel még egy picit jobb lesz. És már úgy csináljuk ezt a felújítást, hiszek abban, hogy egyszer még ezt a fürdőt bővíteni fogjuk, a bővítés iránya pedig maga a sportcsarnok. Remélem azt, hogy a sportcsarnokban még nagyobb uszodánk lesz, és remélhetőleg a sportcsarnok kiváltásával újabb helyszínen másik sportcsarnokot tudunk építeni. De ez természetesen a jövő, de ha nincsenek céljaink, akkor minek a jövőt építeni? Egészséghetet rendezett a Szivárvány óvoda. A gyerekek játékos feladatokat kaptak, épített tornapályán mutathatták meg ügyességüket, majd az egészséges ételekkel ismerkedtek, melyet minden csoport maga készített el. A pedagógusok nem csak a gyerekek testi egészségére figyeltek, mozi délutánnal és egy mese előadással is készültek a kicsiknek. Egészséghét van a Szivárvány óvodában. Milyen programokkal készültetek a gyerekeknek? Hát ez már ugye egy hagyományos egészséghetünk. Nagyon-nagyon régóta van. Én nem számoltam igazából, de szerintem lassan 10 éve van egészséghetünk, és nem csak évente egy, hanem aki minket nyomon követ, vagy ide az óvodába jár a gyerek, azt tudja, hogy ez minden évszakban, tehát amikor tulajdonképpen szorgalmi idő van, akkor tehát van ősszel egy, van télen egy, és van tavasszal is egy, és ez most éppen a téli. Jó napot, téli bácsi! Gyere körbe! Az az igazság, nagyon jó lenne, ha ilyenkor volna egy kis hó, mert így, ha visszagondolok, talán 2-3-szor ebbe a 10 évben volt olyan, hogy ilyenkor a gyerekek elmentek szánkozni a szánkódomra, vagy valami olyan lehetőség volt, ami összefüggött azzal, hogy téli, meg téli sportok. Tehát ez tulajdonképpen ez a hét így felfűződik egy ilyen, kicsit egy ilyen szűrő jellegű tevékenységre, egy sportolási lehetőségeket bemutató napra, egy olyan napra, ahol az étkezés hangsúlyos, akkor van egy kis didaktikus jellege is, ez mesébe, vagy akár egy mozizásba merül ki. Vagy pedig még olyan, hogy feladatokat szoktak esetleg kapni, ilyen forgószínpadszerűen, ami szintén az egészséghéttel, vagy az egészséges életmóddal kapcsolatos. Az egészséghét, ugye ez az egészséges életmódhoz kapcsolódik, ami az óvodáknak, minden óvodának fő feladata. Úgy gondoljuk, hogy a mai világban, amikor a gyerekek olyan keveset mozognak, olyan sok ennivalót esznek, olyat, ami nem túl egészséges, tehát chipseket, meg mit tudom én, pékárukat, meg előre gyártott élelmiszert, akkor jó lenne, ha kicsit visszalépnénk, és olyasmiket fogyaszthatnának, és olyanokat ismertessünk meg a gyerekek, ami valóban egészséges, és hogy rájöjjenek arra, hogy ami egészséges, az nem biztos, hogy nem jó ízű, hanem abban is azok is finomak lehetnek. Mindenki ehhez mit elmond, hogy nagyon sok szeretettel, akkor az asztalhoz lehet jönni, és meg lehet várni. Látjuk azt, hogy nagyon sok gyerek úgy jön óvodába, hogy úgy hozzák autóval, és még sokszor kézbe hozzák be is. Tehát a gyerek a lábát még a földhöz sem érinti, míg beér az óvodai csoportszobába, és ezt szeretnénk kompenzálni azzal, hogy nagyon sokat mozgunk kint a szabad levegőn, minden nap van mindennapos mozgás, és ezeken a heteken, amikor meg egészségheteket tartunk, akkor meg kimondottan van olyan nap, ami sportolással telik el, sportnap, amikor vagy egy pálya van felépítve, vagy olyan játékokat játszunk, amit szeretek, tehát labdás játékok, vagy valami hasonló, főleg a nagyok. De azt hiszem, hogy ez fontos mindegyik, mert mindegyik szegmense, sőt, ugye ott a mentális egészség is lényeges ebben a körben, én úgy gondolom,
hogy a gyerek felszabadult legyen, ez pedig a légkör az, ami tudja biztosítani, és úgy gondolom, hogy ide az óvodába, ha belép egy gyerek, akkor megvan neki a lehetősége arra, hogy jól érezze magát, hogy jó kedvel teljen el a napja, és ugyanakkor meg a pedagógusok is szerintem arra nagyon sokat tesznek azért, hogy humoros legyen egy délelőtt. A mozi is olyan volt, ami tényleg kicsit humorra látszott, hogy a gyerek kicsit fel tudjon szabadulni, jól érezze magát, ha véletlenül mondjuk otthon egy kicsit nyomasztóbb is a környezet, amit gondolom nem így van, de előfordulhat ilyen is. Kicsit más, mint amikor minden csoport önmaga tervezi a hetét. Ez egy ilyen óvodaszintű rendezvénysorozat egy héten keresztül, és tényleg mindenki meg van mozgatva benne, és szerintem mindenki jól is érzi magát. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik Heti Mozaik című műsorunk, amelyben fontos információkat tudhatnak meg a ményakszűrésről, a Művészeti Iskola idei rendezvényeiről és a Szivárvány Ovi meseelőadását is megtekinthetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!